Újra megteltek az iskolapadok, a Kecskeméti Szakképzési Centrum képzései idén is népszerűek. Levicki Cirillel, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kancellárjával beszélgetünk az új tanév kapcsán. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Pár napja indult a tanév, lassan tanár és diák, mindenki visszaszokik az új rendbe. Rendben indult a tanév? Szeptember 1-én a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben rendben elindult a tanév, mind a tanárok, mind az oktatók felvették a munkát, és elindult tulajdonképpen az oktatás és képzés. Mennyire népszerű a szakképzés Kecskeméten? Egyáltalán ugye az önök égisze alá 7 plusz 2, illetve egy kollégium tartozik, tehát a 10 intézmény milyen sok gyereket ér el? Összességében én azt látom, hogy a kecskeméti szakképzés az népszerű, miközben egy-egy adott évfolyamra járó gyerekek száma Kecskeméten, a környéken, az országban csökken. A szakképzési centrum intézményeibe inkább egy picivel mindig növekvő létszámú gyerek jelentkezik és kezdi meg a tanévet. Lehet ezt boncolgatni, hogy a szakképzési rendszer átalakításának vajon melyik szeglete az, amelyik ide csábítja a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a kollégák az iskolákban olyan munkát végeznek, hogy valóban a szülők és a gyerekek úgy látják, hogy érdemes a mi iskoláinkat választani. Aztán természetesen az ösztöndíj lehetőség, a jó elhelyezkedés, az Erasmus program, és nagyon sok minden az, ami miatt még választhatják az iskolánkat. Ez minden gyereknél külön-külön kiderül. A kínált szakokra jellemző a túljelentkezés? Ahogy megnézzük a szakjainkat, alapvetően minden egyes iskolánkban megvannak a maguk a sztárszakok, de összességében mindenhova kellő számú tanuló jelentkezik. Inkább azt lehet mondani, hogy túljelentkezés szokott lenni, és sajnos tanulókat kell sok esetben elutasítanunk. Vannak-e új szakok idén? Ebben az évben a hagyományos keretben indul a képzés, a következő tanévben várható valamilyen repülős képzésnek a megjelenése, repülőgép műszerész, szerelő, valami ilyesmiről fogunk tárgyalni a hadsereg egy jelentős képviselőivel. Tehát ez még most kialakulóban, szervezés alatt áll? Abszolút, holnap lesz az első találkozó, és reményeink szerint az egyik következő tanév előkészítésekor majd örömmel beszámolhatunk arról, hogy nyílik a palettánk, és egy újabb képzési irányt jelenthetünk be. Az elmúlt évek során mindig is voltak és lesznek slágerszakok. Ez változik, vagy vannak olyan konstansan slágerszakok, amik azok maradnak, és voltak azok? Alapvetően az a jó, hogyha a szakképzést a munkaerőpiac határozza meg, és ahogy a munkaerőpiac változik, annak a változása azért megjelenik a szakképzést választó gyerekeknek, meg a szüleiknek a választásában is, de nyilván mindig az informatika, a szépészet ágazat, a közgazdaságtan, ezek olyan slágerek, amin belül mindig van egy kis változás, de ezek azért alapvetően mindig az élmezőnyben vannak. Azt szokták mondani, hogy ugye az választja a szakképzést, a szakképzési rendszert, aki még nem biztos benne, hogy tovább akar tanulni, de már szeretne szakmát tanulni, de esetleg nyitva adja a lehetőséget. Van lehetőség átmenetre a szakképzésből később egy sikeres tanulmány után az egyetemre? Ma gondolok itt a Neumann János Egyetemre? Abszolút, az új szakképzési rendszer pontosan ezt célozza, és amikor mi a beiskolázásról beszélünk, akár szülőknek, akár gyerekeknek, akár általános iskolában, akkor mindig egy tanulási életutat, egy karrierutat próbálunk fölvázolni, és ennek jegyében kötöttünk együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetemmel, illetve most már a Gál Ferenc Egyetemmel is, amelyek kapcsán a technikumba jelentkező tanulóink, akik okleveles technikus képzésre jelentkeznek, ez egy kicsit magasabb szintű, mint a sima technikus képzés, ők megfelelő tanulmányi eredmény elérése után, a 13. év elvégzése után nagyjából 30 kreditet már is megkapnak a megcélzott egyetemen. Nyilván itt Kecskeméten elsősorban a Neumann János Egyetem szakjai kapcsán ezeket a szakokat célozzuk meg, mind a közgazdaságtan, mind az informatika, mint pedig a szállítmányozás logisztika kapcsán. Beszéljünk egy kicsit az ösztöndíjakról is. Hogyan tudják segíteni a hátrányosabb helyzetű tanulókat, illetve motiválni a jó tanulásra a tanulókat?
A szakképzési rendszer átalakításának egyik jelentős pontja az volt, hogy általánosan ösztöndíjat vezettünk be a szakképzésben, mind a technikumban, mind a szakiskolában. Az alapvizsga letételéig egy iskolai alapösztöndíjat, nagyjából 20 000 forintnyi ösztöndíjat kapnak a tanulók, és utána, amikor megvan ez a vizsga, utána szakképzési munkaszerződést köthetnek a tanulók, ez már gyakorlatilag egy rendes munkaszerződés, munkavállalókká válnak, és tanulmányi eredménytől függően akár 100 000 forintig is elmenő ösztöndíjban részesülhettek. És azt gondolom, hogy olyan szociális háttérrel rendelkező családoknál, ahova járnak, vagy ahonnan jönnek sokszor a tanulóink, ez nagyon komoly összeg, és segítheti a gyerekek életét, a családoknak a boldogulását. És ugye legalább ugye, amíg tanulnak a gyerekek, tulajdonképpen olyan, mintha addig is saját maguk finanszírozóivá tudnak válni. De még egy érdekességről térjünk ki. Nekem ez újdonság volt eddig, hogy a szakképzésben is lehetőség van Erasmus programra. Ez pontosan mit jelent? Ez is egy nagyon nagyszerű lehetőség a tanulóink és az oktatóink számára. Volt egy nagy 5 éves pályázatunk, ennek most a második évébe járunk, tulajdonképpen egy kontingens sikerült megpályáznunk, amiben jelentős számú tanulónak tudunk külföldi tanulmányutat, szakmai tanulmányutat biztosítani. Általában a tanulóink 2 hétre mennek külföldre gyakorolni. Egyrészt a szakmájukat megnézik, hogy vajon külföldön hogy gyakorolják, milyen körülmények között, és nyilván egy nagyon jó nyelvtanulási lehetőség és egy hatalmas motiváció a számukra, hiszen az osztályban azért versenyezni kell, hogy ki az, aki ki fog jutni erre az útra, illetve amikor kiérkeznek a gyerekek és megtapasztalják azt, hogy az idegen nyelv az nem egy óra az iskolában, amit le kell tudni, vagy majd le kell belőle esetleg érettségizni, hanem valóban az a kommunikációs nyelv, amivel ott meg tudják magukat értetni, és nagyon sok olyan gyerek van, akin látszik, hogy hatalmasat ugrik, egyrészt nyelvtudásban, és még hatalmasabbat motivációban, hogy valóban látja, hogy erre tényleg hatalmas szükség van, és komolyan odafigyelnek rá. Illetve a szakiskolás tanulóinknak, akik ugye kevésbé tanulnak nyelvet, és kevésbé jártasak ezen a területen, sikerült Sepsiszentgyörgyen olyan partnert találni, hogy ők pedig a magyarság tudatukban tudnak egy kicsit megerősödni, hiszen elindulnak reggel Kecskemétről, egész nap utaznak, majd 1000 kilométert utaznak, és egy olyan környezetbe érkeznek, ahol külföldön vannak, de mégis magyar környezetben. És ez egy hatalmas nevelési lehetőség számunkra, és egy tanulási lehetőség a számukra. Ha új szakról nem is tudunk beszámolni idén, majd csak a jövőben, de új tantárgy, ha jól tudom, a Kecskeméti Szakképzési Centrum iskolájában is fel. Lelhető. Igen, a Magyar Honvédség, illetve a magyar kormány indított egy programot, egy pilot programot, amiben a honvédelmi nevelést tűzte ki célul. 6 iskolában indult az országban, ezek közül az egyik a Kandó Kálmán Technikum, ahol minden 9. osztályban tanuló gyermekek felvetik ezt a tantárgyat. A Magyar Honvédség ezt segíti, hiszen ad hozzá oktatót, illetve a gyerekek tankönyvet is kaptak hozzá. És végezetül adódik a kérdés, hogy nyilván mérik azt, hogy az önöknél végzett diákok utána hogyan állják meg a helyüket. Mik a visszajelzések? Alapvetően azok a gyerekek, akik komolyan vették a tanulást, és tényleg megtanulták a szakmájukat, ők aranyat érnek. Hát ki elgondolhatja, amikor keres magának otthon valamilyen olyan szakembert, aki a lakásának, a házának a felújításába részt vesz, vagy egy jó fodrászt, vagy kozmetikust, vagy bármilyen szakmát mondhatok, akkor azt az emberek egymás kezébe adják, és aranyat ér az a lista, amire föl van írva egy-egy háziasszonynak, hogy na, mikor kihez kell fordulni. Na hát ezek a fiatalok kerülnek ki közülünk. Nyilván 19 évesen, 18-19 évesen nem föltétlen ugranak egyből bele a nagybetűs munkába, az életbe. Kicsit esetleg kalandoznak, körülnéznek a világban, más szakmát is kipróbálnak, és aztán 1-2 éven belül visszatérnek ahhoz a szakmájukhoz, amit választottak, és komoly karriereket futnak be, ahogy találkozunk nálunk végzett tanulókkal, 1-2 év után már komoly sikerekről tudnak beszámolni. Bízunk benne, hogy így lesz az idei tanév után is. Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert, jó munkát kívánok! Köszönjük szépen!